Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Halványlila gőz címmel egy teljesen új műsorral érkezik Salgótarjánba a sokak által kedvelt Lalpullart társulat. Március 3-án 19 órától láthatják a színpadon Szászi Mónit, Pető Zsoltot, Dolágsali Róbertet, Lár Andrást és Alter Egóikat. A vidám műsorra jegyek a József Attila Művelődési Központban még vásárolhatók, ne maradjanak le róla! A kommunizmus áldozataira emlékezünk február 24-én pénteken 14 órakor Salgótarjánban. A december 8-a téren megrendezett koszorúzási megemlékezésen beszédet mond Bércesi Mihályné, a Pofosznógrád megyei szervezetének elnöke és Dániel Zoltán alpolgármester. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a József Attila Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet óvodások részére Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából. A beadható munkák mérete 50x70 cm, anyaga karton vagy dobozkarton. A technika szabadon választható. A városunk Salgótarján témában készült legszebb alkotások bemutatásra kerülnek március 15-én a múzeum téren. A rajzokat március 1-ig lehet beadni a művelődési központban, ahol szeretettel várják az óvodák és az óvis csoportok jelentkezését. Henrik Ibsen Kísértetek című művéből olvasnak fel a Zente Ferenc Színház művészei a március 1-i felolvasó színház ingyenes programján. A 17 órakor kezdődő előadás ezúttal is a Zente Szalomban lesz, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak. Újra operett Salgótarjánban. A Martos Ferenc által írt Lili Bárónő remek muzsikával és szórakoztató karakterekkel varázsolja el a színházba látogatókat. Március 31-én 19 órától az Egri Gárdonyi Géza Színház előadását láthatják a József Attila Művelődési Központban. A darab igazi operett, amit a zenés-táncos Komlósi Erzsébet bérlet hoz el városunkba. A Lili Bárónőre jegyek a Művelődési Központban vásárolhatók. Mindenki jegyezze fel a dátumot, 2017. április 3-a 19 óra. Ekkor kezdődik a Tarjáni Tavasz, melynek nyitókoncertjét Kon Zsuzsa adja. Az énekesnő Vadvilág című stúdióalbuma 2016-ban jelent meg, ez sorban a 40. Az új albummal töretlenül folytatódik a Kon Zsuzsa életmű. A Salgótarjáni lemezbemutató koncertre jegyek már kaphatók a József Attila Művelődési Központban. Csütörtöktől az Apollo moziban vetítik az Arany című kalandfilmet Bryce Dallas Howard és Matthew McConaughey főszereplésével. Kenny Welsh az évszázad üzletére hajt. Dörzsölt, ambíciózus, tele van ötletekkel, csak éppen pénze nincs. Azonban ő nem az a fickó, aki könnyen feladja. Feltesz mindent egy lapra, és egy vállalkozó szellemű geológussal együtt nekivág a füllet indonéziai dzsungelnek, ahol egy elképesztően gazdag aranylelőhelyre bukkannak. A leleknek gyorsan híre megy, a vállalat részvényeit szétkapodják, a két szerencselovak pedig egyik napról a másikra a Wall Street csúcsán találja magát. Welsh végtelen költekezésbe kezd, fényűző partijain a csinos bombázók állandó vendégekké válnak. De a hirtelen jött sikerre hamar felfigyelnek, köztük az indonéziai kormány és az FBI is. A programokról bővebben tájékozódhatnak a www.stkult.info weboldalon vagy a Tarjáni műsorfüzetben. Kellemes időtöltést és további szép napot kívánok!